Az Orgonák Éjszakája elnevezésű országos rendezvényt a Filharmónia Magyarország szervezi, melyhez a Pannonia Reformáta Múzeum is rendszeresen csatlakozik. Idén utórendezvényként Gönye Martin és Takács László szerzett feledhetetlen élményt a közönségnek. A zenekedvelő érdeklődőket Köntös László gyűjteményi igazgató köszöntötte, aki elmondta, az orgona hangja olyan távlatokat nyit, mely túlmutat hétköznapi életünkön, nem várt magaslatokba emel. S valóban ilyen volt a hangverseny, melynek a református ótemplom adott otthont. Maga a helynek a milliója, ha fogalmazhatok így, szerintem Pápaváros életében ez is egy olyan meghatározó épület, vagy épület együttes, akár csak a főtéren álló nagy templom, hiszen mindenki tudja, hogy a reformátusoknak ez egy ősi épülete. Akkor is nagyon szerettem ide bejönni gyakorolni, amikor még itt szolgáltam, közel 4 évet, és például itt az elmúlt 2 hétben is nagyon jó érzéssel jöttem be, hiszen nagyon sok emlék úgy előjött, köztük Parola Csabával is, amikor két közös produkciónk is volt így. És igazából a helynek ez a különleges akusztikája is, ami részben nem is túl bántó, hanem inkább egy nagyon kellemes, és játék szempontjából egy nagyon jó. Az Orgonák Éjszakája rendezvény sorozatnak nem titkolt célja, hogy megmutassa a hangszerek királynőjének változatosságát, szépségét, mely sajnos kezd feledésbe merülni. Az orgona az már kezd egy kicsit kikopni, mind a liturgiákból is, talán lassan már a templomokból is, ugyanis egyre jobban kezdi felváltani ez az úgynevezett ifjúsági könnyű zene, a gitár. És én azért is tartom jónak ezt a rendezvénysorozatot évről évre, hogy a hallgatóságot, illetve a hívőket is egy kicsit visszaszoktassuk az orgona zenéhez, illetve mind a hangszerhez, és szerintem ez annyira jó kezdeményezés már, hogy többen kérdezték tőlem itt ismerősök is, hogy na, Orgonák Éjszakája, jössz, vagy nem, vagy hogyan, és vártak is vissza. Hát igaz, hogy egy hét csúsztatás kellett. Egy utórendezvény. Így van, egy utórendezvény is. És reméljük, hogy ez majd még sok éven keresztül majd itt is majd megvalósulhat. Gönye Martin, bár már nem pápán szolgál, sok szállal kötődik a városhoz. Erre az alkalomra Takács Lászlót kérte fel, hogy énekével tegye teljesebbé az alkalmat. Akinek részben köszönhetem azt is, hogy 4 évvel ezelőtt ide kerülhettem pápára. Hát igazából talán a Lacival 2018 decemberében volt ilyen első együttműködésünk, összedolgozásunk, és szerintem nem erős túlzással ez továbbra is ilyen töretlen maradt. Következő években ugyanígy, csak akkor társ volt hozzánk Eisenbe Kágota is, akivel szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk. És így az évek során így amennyiszer lehetett közös szolgálatokat, produkciókat. Amen.
Ha az orgonára gondolunk, elsősorban a templomi grandiózus hangszer jut eszünkbe. Ma már azonban egyre több helyen a modern változatot használják, így az ótemplomban is. Nyilván a sípos orgona az igazi, ami igazából egy olyan élményt ad még a kántornak is, vagy egy orgonistának is, amit igazából egy kvázi digitális nem adhat vissza. De hála a jó Istennek, én ezt is elmondtam nagyon sokszor a Csabának, hogy mind itt az ótemplomban, mint az új templomban is annyira jók ezek a hangminták, hogy szinte teljes mértékben visszaadják egy sípos orgonának a hangzását, még akár még a mechanikájának a csattogását is. És én például személy szerint, hogyha lenne annyi pénz, ami egy gyakorlás szempontjából, én otthonra elfogadnék akár egy ilyet. A hangversenyen többek közt Schubert, Liszt és Bach művei csendültek fel, a 20. századot John Williams dala képviselte.